Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, srácok, nem is értem, beszéltem eddig nektek erről, megfeledkeztem, bocsánat, Destiny Inventory Manager-t szeretném nektek bemutatni. Linket ott hagyom a videó leírásában, csatlakozzatok fel, amit csinál ez a weboldal, vagy app, vagy hívjátok, hogy szeretnétek, összeköti a játékot, Destiny 2-t az Inventory-dal konkrétan, és élőben konkrétan húzogathatsz a vaultba, vagy a karaktereid között cserélhetsz fegyvereket, tehát konkrétan bármit megcsinálsz. Jó, mindig nyomni kell rá egy frissítés, de ezt élőben csinálod. Nem kell folyton visszamenni, amit látjátok, meg is történt a csere. Nem kell folyamatosan mindig visszamenned az utazóra, nem kell folyamatosan oda menned a vaulthoz, hanem élőben fogod és csinálod, léped meg ezeket a lépéseket. Amint látjátok, hopp, hopp, oda került a kard. Nem tetszik, mégsem, akkor fogom és visszahelyezem. Szóval egy nagyon hasznos dolog ebből a szempontból. Még régen mutatták meg nekem is a társaim, raid közben nagyon hasznosan jött, hogy élőben tudom cserélgetni a fegyvereket. A másik bónusza pedig, ha nem nagyon tudod eldönteni, hogy jó-e egy fegyver, vagy nem jó egy fegyver, ha szépen rákattintasz egy fegyverre, akkor láthatsz róla egy csomó adatot. A másik pedig vannak ilyen, hogy reviews, és konkrétan némelyik fegyverről például ilyen tök jó leírás van, és elmondogatják az emberek, hogy mi a véleményük róla, jó-e vagy nem jó, milyen perkek ajánlatosak hozzá, amit látjátok itt is mutatja, hogy ezek a ajánlott perkek, pam, van két ajánlott perke, most mondtam valamit, szóval nagyon-nagyon okosan van kitalálva, hogy őszinte legyek, egy jó kis dolog, használjátok egészséges, mondom, élőben cserélgethettek fegyvert, itt, ott, armort, nem kell folyton elmenni az utazóhoz, ha valamit elhagytál, ha például fel akarsz húzni az egyik fegyveredet, és ott van a vaultba, mert most kaptad meg a nagyobbik változatát, akkor csak egyszer kihúzod, upgrade-eled, rakod vissza, megvan oldva, na! Ez a videó nagyjából ennyi lett volna, fedezzétek fel, link még egyszer mondom a videó leírásában van, ez lenne a következő Destiny tippem. Igyekszem, csinálom nagyon lassan, de jön, hogy hogyan szerezzük meg a Whisper of the Worm című snipert. Jelen pillanatban is még mindig talán az egyik legerősebb sniper, de beszélgetünk fogunk arról, és egy exotic sniperről fogunk beszélni. Fogunk beszélni a Sleeper Simulantról is, hogy hogyan szerezzük meg, illetve hogy melyik snipereket érdemes használni, ha arról van szó, hogy boss fight és damage és a többi, mert nem minden, hogy is van, arany, ami félik című történet, de ja, rátérünk arra, az is jön, addig pedig ime Destiny Inventory Manager. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!